500 professzor írta alá azt a tiltakozást, amely Orbán évértékelője nyomán született. Azt mondják, elutasítjuk azt a félelemkeltő és gyűlöletre uszító politikát, amely semmibe veszi a humanitárius értékeket és alássa a tudományba, valamint a civil szervezetekbe vetett közbizalmat. Kiállunk Meleg Attila szociológus, egyetemi docens mellett, akinek tényszerű állításait a politikai kampány céljainak érdekében kiforgatták. Jön Janki Béla, szociológus. És akkor ezt a bizonyos petíciót, aminek a pontos címe a Nyilatkozat a tudomány, a civilek és a közbizalom védelmében, eddig úgy tudtuk, hogy több mint 500-an írták alá, de most Janki Bélától megtudtam, jó estét kívánok, hogy már 880 igen, körül járnak. Igen. Hogyan indult ez? Ki kezdeményezte? Ki volt az, aki gondolom az évértékelőt hallgatta talán Orbán Viktortól, és azt mondta, hogy nem stimmel ez a szövegkörnyezet? Hát ugye legelőször Meleg Attila tanszéki kollégái vetették föl, hogy nagyon súlyos probléma ez az inszinuáció. Akkor ők egy kicsit tanástalanok voltak abban a kérdésben, én ugye nem azon a tanszéken tanítok, hogy milyen formában szólaljanak meg ezügyben, és akkor volt egy olyan kolléga, aki nem tanszéki kollégája, aki azt mondta, hogy akkor most kezdjük el. Tehát nem rögtön kezdődött, hanem azt mondta, hogy most már azért valamit csináljunk, és akkor ő telefonált néhány barátjának, köztük nekem is, és akkor elkezdtük, akkor néhány nap alatt gyűjtöttünk aláírásokat. Gyorsan ment? Könnyen ment? Vagy azért sok volt a hezitáló? Ne, meglepően gyorsan ment, mi nem erre számoltunk, nem számháborúra készültünk, tehát hogyha azt akartuk volna, akkor 1000 aláírással is benyújthattuk volna. Abból is volt probléma, hogy le is zártuk hamar, mert inkább a nyilvánosság felé akartunk eljutni minél hamarabb, és akkor néhány kolléga reklamált is, hogy lemaradt. Minket is meglepett ez a mindenféle hezitálás nélküli, és mindenféle nézetű, mindenféle tudományterületről történő gyors csatlakozás. Igen, mert hogy az mindenkinek feltűnt, hogy abszolút konzervatív, jobboldali gondolkodók és tudósok is vannak ebben a csapatban. Ők mivel indokolták azt, hogy csatlakoznak? Hát ugye ennek több szintje van, és ugye a nyilatkozat megfogalmazás, akkor azért próbáltunk óvatosak lenni abban a tekintetben, hogy miket viszünk be. Van egy olyan szintje, amit mi nem is raktunk bele a nyilatkozatba, pont azért, hogy ne politizáljunk, ami arról szól, hogy bárki legyen egy migrációkutató vagy egy pék, hogyha őt megkeresi egy újságíró, akkor elmondhassa a kormányról a véleményét, és attól ő nem válik közszereplővé, és azért ne állíthassák pellengére. De a nyilatkozatban erről nem is beszéltünk. A nyilatkozatnak is két szintje van, és azt hiszem mind a kettő érint bármilyen politikai nézetű embert. Méghozzá az, hogy ha valaki csatlakozik egy civil szervezethez, önkéntesként dolgozik, azért se állíthassák pellengére, az emberek érdekében dolgozik. Ugye Meleg Attila esetében az a tragikomikus, hogy ő ráadásul egy olyan szervezetnél dolgozik önkéntesként, amelyet a kormány is támogatott ugye a legutóbbi napokig, és nagyon jól tette, mert rengeteg pénzt takarított meg ebben a kormány a magyar embereknek, hogy támogatta, és ezután állították őt pellengére. De hogyha nem ilyen szervezetnél dolgozott, azért se állíthatnák pellengére. Azt mondom, hogy ez egy plusz olyan csavart ad a történetnek. És akkor van egy harmadik szintje, ami szerintem magyarázza ezt a nagyon gyors csatlakozást, ami mindenkinek nagyon ijesztő, aki a tudományban dolgozik, bármilyen politikai nézete legyen, és bármilyen területen is van, hogy valaki végzi a munkáját, jól végzi a munkáját, és azért az a helyzet a világon mindenhol így volt, hogyha egy tudós jól végzi a munkáját, akkor azért ő sokkal több hasznot hajt az országnak, mint amennyit fizetésben hazahoz. Megkeresi egy újságíró, ő elmondja az ismereteit munkaidőn kívül, azért, mert örül annak, hogy tájékoztathatja az embereket. És egyszer csak 2,5 évvel ezután egy olyan nyilatkozatot, amiben nem politizált, csak elmondta azt, amit ő nemzetközi hírő migrációkutatóként tud a magyarországi migrációs helyzetről, az elmúlt évek migrációs helyzetéről. Ezt kiforgatják, szépen átrendezik a szavait, hozzáraknak még dolgokat, és neki olyan szándékokat tulajdonítanak, amire semmilyen bizonyítékuk nincsen, tehát hogy ő valamilyen idegen érdekeknek az ügynöke lenne, társadalom átalakító tervei lennének. Hogyha valaki a nézőink között most azt mondja kicsit ironikusan, hogy
Hát akkor jó reggelt kívánok. Igen, ez egy ilyen ország, és 2-3 éve ez megy, hogy vannak a kormánynak tetsző tények, számok, statisztikák, amiket használ, vannak, amik nem tetszenek, vannak megmondó emberek, akiket szeret, van, akit nem, vannak szervezetek, akiknek hisz, van, akinek nem, és ez független attól, hogy mi tudományos és mi nem. Szóval ez nem egy újdonság. És most ébredt föl a tudományos világ, akkor neki mit mond? Nem mondanám azt, hogy most ébredt föl, és ugye én nem szeretnék az 500 aláíró nevében beszélni erről a kérdésről. A saját véleményem az, hogy így van, egyetértek önnel. Azt tudom mondani, hogy most ebben a pillanatban valaki elindított egy folyamatot, elindított egy aláírásgyűjtést, és mondom, legkülönbözőbb politikai nézetű tudósok ezt nagyon gyorsan hezitálás nélkül aláírták. Tehát én nem nyilatkozhatom a nevükben arról, hogy ki mit gondol arról, hogy ő hány éve zajlik ez. Tehát én egyetértek önnel, hogy ez nem új jelenség. Az biztos, hogy sok kutatónak, aki nem politizál, ez a kampány, amit Meleg Attila ellen folytattak, az közvetlenül ijesztő volt. Ez volt az, ami közelebb hozta. Tehát, hogy bármi, tehát hogy igen, tehát nem kell ahhoz a politikába belépni, elég csak az, hogy válaszolok egy újságírónak, és még az se elég, hogy akkor izgulok 2 hétig, hogy ezzel mi történik, mert 2,5 év után is elővehetik, kiforgathatják a szavaimat, és közölhetik, hogy én egy idegen ország ügynöke vagyok. És igen. Mire számítanak most, hogy mondjuk akár 1000-et is eléri az aláírók száma, vagy 5000-et eléri? És akkor mi van? Változna a kampány stílusa, meg ez a propaganda gépezet? Ugye az a helyzet, hogy megint csak nem beszéltek mindenki nevében, én is reménykedem, nyilván más is reménykedik abban, hogy ennek hatása lesz általában a politikai kommunikációra. De azt hiszem, hogy az 500 ember, vagy most már 800-900 ember nevében azt mondhatom, hogy azért abban határozottan reménykedünk, hogy óvatosabban fognak tehát meggondolják háromszor, hogy kitállítana, hogy pellengére a tudomány képviselői közül. De a függőségi viszony az pont fordított? Itt egyetemi alkalmazottakról van szó. Az én kérdésem inkább sajnos pont az lett volna, hogy és önök nem félnek? Hát ugye arról van szó, hogy ha, hát ugye erről szól a szolidaritás, hogy valóban, hogyha egy ember pellengére állítanak, és nem áll ki mellette senki, akkor neki félni kell. De ha 500-an állunk ki, ha 1000-en állunk ki, és hogyha még egyszer csinálják, akkor még többen fogunk kiállni. Én megígérem, hogy akkor most nagyon kevés energiát fordítottunk az aláírás gyűjtésre, nekünk is kell tanítanunk, kutatnunk, határidős feladataink vannak. Ha valaki még egyszer próbálkozik, mert azt mondja, hogy mutassuk meg nekik, én azt mondom, hogy akkor kétszerezett energiával fogunk aláírás gyűjteni, meg megkeressük azokat a formákat, hogy erőteljesebben fejezzük ki azt, és még többen, hogy hagyjanak minket dolgozni. Az emberek érdekében akarunk dolgozni. Retorziótól nem tartanak, vagy nem volt erre finom, informális jelzés? Azt gondolom, hogy annak, hogy nem rögtön indult el ez az aláírás gyűjtés, abban belejátszott az, hogy az emberek gondolkodtak azon, hogy akkor most miért én indítsam el, biztos jót tesz ez nekem. De egyszer volt egy ember, aki elég bátor volt és elindított, és na akkor jó, utána beindult, a láncreakció. Hát ez úgy tűnik, hát hogyha, tehát hogy mindenkit nem rúghatnak ki. Lehet, és én nem is félek ettől, tehát nem kell eltúlozni a helyzetet. Nem, de elég egy-két emberrel például statuálni. Akkor majd azok mellett is szolidaríteni fogunk. Szép végszó volt. Köszönöm szépen, hogy itt volt.